hogy a fénykibocsátásra készített anyagokat gerjesztem, akkor különböző színű fényeket bocsátanak ki. Lehet, hogy látványban mi az a szín lesz, most mutatok egy három különböző színt, három különböző anyagot. Először egy szín gyorszalok mutatni, azután egy higanygőz. Ezek az anyagok nagyon hasonló fényeket bocsátanak ki, hasonló színűek, és aztán mutatok nektek egy neont, ami teljesen más lesz. Most az első kettőben az érdekes, majd észreveszed, hogy az alapszín az nagyon hasonló lesz. Tehát ha ránézel, egymásnak ott látogatnám őket, nem tudnád eldönteni, hogy most mikor melyikkel világítok, de hogyha a CD-ben visszaverülő fényét megnézed, akkor lesz különbség. Tehát az alapszín, a kibocsátott szín az hasonló, de az itteni CD-ben, amit majd látni fogsz, az különböző lesz. Most ilyen szilárvány színű, egy csíkokat láthatod benne egyébként. Ez most a, hogy hívják a fények? Én leoltom a villanyt, és... Akkor tessék figyelni, tehát nézzük, hogy a világít a szén-dioxid. Na milyen szín látsz? Kék. Kékes-fehér, ugye kék, legyen kék, nevezünk kéknek mindegy. Most azt nézzétek meg, hogy a CD-ben milyen színek belőlnek vissza. Zöld, és van benne piros is, ugye? Egy kicsikért pirosat lehet azért látni. Jó, akkor ezt írjuk föl. A következő, ha abban szén-dioxid pont nincsen, viszont esélyszerűen akkor a 2-ben végálsz, hogy az oxigénum 2, tessék egy meg C-be tudod alakni. Már is szén-dioxid lett belőle, és akkor az alapszín az ugye kékes-fehér, kékes-fehér, és a spektrum színeknek hívják azt, amit a CD-ben láthatok, a spektrum színek pedig kék, zöld és volt benne piros is. Tehát kék, zöld, piros, ezt tessék felírni a spektrum színeknek. Ezzel a levassó, ha jól emlékszem, a levassó a sorban, de nem a kettőben
szín ugye piros, és a piros mellé egy spektrum színeket felírod, vörös, narancs, sárga.